Sziasztok, szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Én ma szeretném végre megkóstolni a Selfit Wake Up termékét, egészen pontosan a fahéjas csiga ízesítésűt. Nagyon elcsúsztam ezekkel a videókkal, de most itt vagyok és nyomatom neki még azt a maradékot, ami hátra van. Illetve szeretném megköszönni Ramiéknek azt az ajándékcsomagot, amit kaptam, és volt benne séker is, nagyon-nagyon örülök neki, és köszönöm szépen. Nagyon boldog vagyok, és az viszont nektek is azt jelenti, hogy még további ízeket meg fogok tudni kóstolni a termékekből, és tényleg még egyszer nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget Ramiéknak, illetve ezt a kis ajándékot, amivel így gondoltak rám a Szerbámb program során. Elkezdem közben, hoppá, bekapcsolni a tűzhelyet. Elkezdem közben kibontogatni. És megnézzük, hogy mi jösszük. Szupi. Szokásosan könnyen lejön a matrica. Pedig ezektől mindig kicsit félek, hogy nem akar följönni, elszakad vagy valami, de szerencsére eddig az összes termékem tök jól lejött. A Hey Pretty-nek a kinyitásával volt egyedül problémám egyszer. De szerintem már mindenki emlékszik. Nagyon éhes vagyok nagyon. De jó. Nagyon jó illata van. Viszont a vizet elfelejtettem előre bekészíteni, úgyhogy hozom. Így né. 3 deci víz kell hozzá. Ez fejből is megy, de mindjárt mondom a többit. És 50 g az egy adag por, amit bele kell keverni a 3 ml hideg vízbe. Tejbe, vagy növényi tejbe, így a receptúra szerint. Én sima vízzel fogom kipróbálni, mint az összes többi terméket is, mert úgy egységes a kóstolás, én úgy gondolom. Megjöttek már ilyen nagyon-nagyon nagy kanállal, mindig ügyetlen vagyok, de megúgyuk. Egy nagy kanál. Juhu! Sikerült nem mellé szólnom. Pici a kezem, de alapvetően nem vagyok egy nagyon nagy ember, pici a kezem, és nehezen érem körbe, úgyhogy kicsit szerencsétlenkedem. De hát, ezek a reggelek mindig ilyenek. Én nem tudom, hogy vagytok ezzel. Nekünk itthon mindig inkább alszunk kicsit többet, és akkor kicsit dinamikusabban készülünk össze. És a reggelit általában már benne a munkahelyen szoktam megoldani pont emiatt, mert sosincs rá időm. De most meglátjuk, hogy ez a Wake Up Prost Mix ez hogyan szuperál. Jó alapos rázás. Tetszik a színe? Olyan, mintha teljes kávé lenne. Szerintem ennyi jó kell legyen. Új illatra tök jó. Már most egy picit ilyen furcsán, se nem sűrű, se nem folyékony. Nagyon jó, tényleg érezni ilyen fahéjas illatot, neki jó illata van, olyan, mint egy fahéjas zakkása, ahhoz tudom hasonlítani legjobban az ízét neki. Jó, őt most itt hagyom, mert kell neki egy pár perc, amíg megsűrűsödik, és én úgy szeretném abba a puding formában kipróbálni, ahogy Ramiék mutatták. Addig gyorsan felöltözök, teszek-feszek egy kicsit itt a konyhában, meg a konyhában. Bocsi, reggel van. Szóval, hogy így teszek-veszek, felöltözök, kicsit összekapom magam egy pár perc alatt, és akkor megnézzük, hogy milyen a kóstoló, illetve hát a béka. Csak a kabát kell kicsit rendbeszedni az arcom sminkkel vagy valami, és akkor lehet menni. Viszont elég idő szerintem eltelt ahhoz, hogy megnézzük, hogy milyen lett a kis kásánk. Egész jól besűrűsödött, habár szerintem még lehet, hogy egy picit hagyni lehetne, mert viszonylag nagyon gyorsan összekaptam magam. De egyébként, ahogy kavargatom, egyre jobban sűrűsödik. Szóval az állaggal még majd lehet simán játszani, de igazából itt most az íz a lényeg. Nem csicsázom, mert nincs rá időm, meg egyébként is most nem az a lényeg, inkább megkóstolom.
teljesen jó. Olyan, mintha egy ilyen fahéjas zabkássát tennék, annyi, hogy attól hígabb, meg olyan furcsa, hogy nincs mit rágni az állaga szerint, ugye, hogy poros alap volt egész. Igen. Egyébként nagyon finom, tehát így el tudom képzelni így tényleg reggelire, meg reggeli helyett. És teljes mértékben sipsukbe lehet kapni. Ilyen szempontból meg még gyorsít rajta, hogy nem kell még szinte rágni se az embernek, ha bár én úgy vagyok vele, hogy ezeket is megrágom. Hmm. Ez jó. Én azt mondom, hogy ez átment a teszteken. Szépen sűrűsödik be. Ugye sűrű, nem tudom mennyire látszik. Látjátok? De hogy a kanállal kavargatom, egyre inkább tényleg pudingszerű. Szóval összességében nagyon ízlik, nagyon finom. A zabkása íz miatt nekem kicsit furcsa, hogy inkább pudingszerű az állaga. Várnom kellett volna vele még egy pár percet, hogy sűrűsödjön, vagy kicsit kavargatni közben, ezt nem tudom. De most arra már nézzétek meg, egész ilyen darabos pudingszerű lett, és sokkal életszerűbb enni, mint az elején, mikor elkezdtem, úgyhogy az állaga is szerintem reggeliként rendben van. Főleg, ha tényleg felturbozzátok, ahogy ajánlani szokták, egy kis gyümölcssel, vagy valamilyen magvakkal, vagy bármivel, amivel nektek úgy érzitek, hogy jó lesne. Én ajánlani tudom ezt a fahéjas csiga ízesítésűt, és inkább egy ilyen kicsit nagy enyhén fahéjas zabkása ízre számítsatok én szerintem. Mert ahhoz áll számomra, meg az én ízvilágomhoz képest így a legközelebb a termék. És igazából ennyi, tényleg egy gyors valami, amit tényleg, hogyha az ember nem videós, csak így a shakerbe berak kettőt, ráz rajta, kiönti belőle, hogyha egy más edényből szeretné elfogyasztani. Addig utána fölöltözik, elkészül a munkába menetre, és pár perc alatt ezt tényleg be is lehet kapkodni, mert van annyira folyós, hogy akár még így is megint. De arra is, hogy gyorsan kanállal belapátold, amire időd vagy kedved van, vagy igényed van. Úgyhogy én tényleg nagyon tudom ajánlani. Leginkább szerintem én ezt úgy fogom használni, hogy induláskor összerázom, elkészítem, és pár perc séta után elkezdem fogyasztani majd a menet közben a shakerből. Én úgy gondolom, hogy ez lesz a nálunk befutó arany középút ennek a használatával kapcsolatban. Hamarosan találkozunk a következő videóba. Nyugodtan írjátok meg, hogyha valamit hiányoltok a videóból, hogy mi az, amit mondjuk a következő kóstolásba nézzek meg, vagy figyeljek oda, mert benneteket az is érdekelne, csak én nem gondoltam rá. Illetve azt is szívesen várom, hogy mondjuk téged mi az, amit még nem forgattam le, hogy milyen, és érdekelne, hogy mit teszteljek. Legyen csoda szép napotok, reggelizzetek, köszönöm szépen a figyelmeteket, és délután találkozunk a live edzésen. Sziasztok!